Mindenkinek színpadon a 10 éves Keleti Front. És egy kicsit keményen kezdtük, én meg kifelé szeretnék egy kis billentyűt kérni, hogy befelé is. Úgy gondolom, hogy nekem ez a róla tetszik, de nem is vad. Biztos tudjátok a sorsát ennek a dalnak. Mindig úgy szoktam mondani, hogy Cilla a matek tanárjának írta, de utána mindig elmondja, hogy nem, mert orosz tanárjának írta. Csak én azért felejtkezem el róla, mert valahogy nem tudom oroszt. És akkor folytassuk. Úgy szeretném.
akkor kerjetek fel, faraicokból ígyatok egy pálinkát, meg egy sört, úgy fogtok járni, mint mindenki más. És akkor nehéz világban mindig sírunk bárki miatt. Soha nem tudjuk, hogy mi történik velünk ebben a világban. A szavunkat bárkinek könyörgünk. Én úgy érzem, hogy már semmi nem hallja meg. Egy szám a másik lemezről kihallja meg. Yeah.
És akkor azt hinnétek, hogy itt bárki, elmondanám nektek, hogy itt én vagyok a főnök. És volt egy tagcsere az elmúlt másfél évben, előtte nagyon sokan játszottam a zenekarban. Mindenki nem tudta fogadni a meghívást, de az a három ember, aki meghatározó személyiség volt a zenekarban, az ma este itt lesz. Úgyhogy most következik egy dal, a másik lemez szimadó dala, amiben én Cilla fogja énekelni. Utána pedig következik egy hatalmas blokk, ahol a régi tagok prezentálják az elmúlt 10 év sikereit, amit úgy gondolom, hogy nagyon sokat értek el, nagyon sok mindent csináltak, és persze nekik is köszönhető, hogy ma este ennyien itt vagytok. És akkor innentől átadnám Pattó óta elejére a színpadot a volt tagoknak.
Sokszor köszönjük! Valamikor régen, nagyon-nagyon régen, valamikor 10 évvel ezelőtt volt egy legendás kismádori gitáros, Csóla Berta, sokan emlékeznek rá, Kocsonya, nagyon jól mondtad, és volt meg a halálára egy emlékezetes emlékkoncert. Akkor született egy blueszenekar, egy kislával, egy Várda Blues bennevű zenekar, amikor a felbomlása után, valamikor 2002 áprilisában, Öcsi bácsival, öreg barátommal, úgy döntöttük, hogy csinálunk egy zenekar, blúzosat, rockosat, de valahogy nem igazán másolni szeretnénk, hanem saját dolgokat, saját mondani valamokat szeretnénk megénekelni. És ehhez jött még hozzánk két nagyon jó ember, nagyon két jó muzsikus. Sajnos egyébként Lipai Tamás megtelemékezőkről nem lehet itt nálunk, elfoglaltsága miatt, mert most Budapesten a My Teens Factory-val épp koncertezik. De itt van a harmadik alapító tagunk, egy nagyon jó barát, egy nagyon jó zenész, Rohály Viktor, kérem a színpadra! Telt az idő. Telt az idő, csatlakozták hozzánk újabb fiatalok. Varga Pista taxi, Kovács Miki taxi, sajnos nem lehetnek ma itt, sőt, Molnár Béla legendás gitárosunk sem, aki jelenleg most ezen egy pályát az USA-ban egyengeti. De itt van helyettünk a szenzációs billentyűs énekes, jó barát Szécsi Norbert, és a Pongák Kolombok bűvölője, Szabó Béla Lórát Luki. Ebből a korszakból szerintem még néhány dalt eljátszani, mert a második lemezünkön is hallható. A Keleti Blues 2-ben jött a sor.
szépen, köszönjük, jó estét kívánom is! Egy kicsit fúcs a színpadon állít, a keleti front vendégeként, tehát hála Istennek. Én itt igazából nem látok senkit, de nem baj, az a lényeg, hogy ti látok bennünket. És akkor játszok vele egy olyan dalt, ami a keleti front első lemezének első nótája volt. Cilla énekelte annó, ha megengedtek, most én jövök.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és most jön egy olyan dal, amelyik az én életemben legalábbis meghatározó volt. Ott voltunk a Próbán Cilával és a zenekarral a dal megszületésénél. Ott voltunk a dal átformálódásánál. Ott voltunk a dal elkészültélél, és már a Próbán éreztük, hogy ebből egy jó dal lesz. Hát lett is egy jó dal belőle, ami annak idején elég szép sikereket hozott az együttesnek, amely bízunk benne, hogy mai napig is tart. Iman? Nem hallom. Iman? Na akkor másodikat tudok járni nevele. Sokan helyzetet, unalmas lett az életed.
nagyon-nagyon szépen köszönjük. És akkor szóljunk a Cilla előadásáról. Egy asszonyról, akit már Cilla régen látott. Vajon, jelentett az. Rég nem látott asszony.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor az utolsó nóta, amelyben mi közre lépünk. Szintén nagyon nagy kedvenc, hiszen minden keleti fronttal nekem az. Régen is az volt, most is az. Reméljük, hogy így lesz ezek után, és úgy csináljuk, mint régen, jó? Cilla fogja feltenni a most következő kérdést. Vannak itt motorosok? Nincsenek. Megkérdezem még egyszer. Vannak itt motorosok? Abban nektek szóval. Biciklisták! Az van, én láttam sokat. Aki busszal jár, annak is, jó? Na mert! Yeah.
hogy a zenekar él, működik, és egy 10 éves jubileumot ültetünk itt ma ezt. Akkor nézd már szállt, amit egy betűnt, ugye? Sajnos, mivel vezetőbeosztásban vagyok, ezért nem lehet nekem. Tehát ezt most felajánlom valakinek, jó? De úgy csináljuk, hogy úgy látom, hogy mindenkinek van, aki az első sorba állt eddig is, és még most is ott áll. Szerintem őket fogja megilletni, tehát ezt én most felajánlom. Azt szokták mondani, hogy ünneplőnk van, vagy mi a franc. A szabolcsiak azok mindenképp ünnepelnek. És mindenki mindig pálinkával, szilva pálinkával. Én vagyok a főnök! Várják is! Én vagyok a főnök! Zoli! Az egészségetekre, és egészségünkre kocintunk, és folytatjuk a műsor. Én a ti egészségeteknek reiszok. Egy adatokat kéne. Egyéb iránt én meg kifelé szeretnék kérni a saját énekemből. Nem azért, mert annyira nagy arcú vagyok, hanem mert úgy hallottam, hogy... Köszönjük el a hallom. Köszönjük a három kedves őstagnak, hogy részt vettek. Címemet dobom. Látom a saját kéneket, mi a szolgi hosszát.
egy nagy marasszám! A régi Magyarországról, a szívünkről! Hajlassuk kapcsokat, kezeket a marasba! Ma este, csak érted! Thank you.
Keresem ezzel sem élet, keresem téli családom. Legyél már minden ilyen, vagyok már minden hajnal. Elveszettem, mi
És akkor azt mondtuk mindenkinek, aki az első ötven lemezt megveszi, vagy az első ötven belépőt, az ötven belépőt megveszi, az megkapja a Maxinkat. Akarod mondani, az ötven belépőt megveszi és kap lemez. Az első ötven belépő, persze, úgy gondoltam. Az első ötven belépő. Igen. Vannak visszhangok. És történt egy szomorú történet. A Denevér stúdiónak a mastering képző csapata külföldön járt egy fellépésen, lábát törte, így nem készült el a végső keverése a Maxinak, amely négy dal tartalmaz, és ezért nem tudtuk ma este adaptálni az első 50 embernek, viszont mindenki meg fogja kapni egy másfél hét múlva a Zenész Rigadóba rendelkezésére fogjuk bocsájtani, aki viszont nem kap CD-lemezt, és ma este itt volt, és jegyet tudja nekünk apostrofálni, hogy megjelent, az mindenképp minimum MP3 formátumban megkaphatja tőlünk. De hogy hol lehet átvenni, Zoli, nem tudjátok mondani még egyszer. A technikai részleteket szeretném megismételni, tehát a bélyegzővel a hátlapján ellátott belépőjegyek az elsőben érvényes a Maxi átvételére, aminek időpontját a honlapunkon, a www.keletifront.hu-n lehet majd időpontot, és ha ezt a belépőjegyet hozza magával, akkor a Zenész Rigadóban átveheti majd a Maxit. Így van. Na persze, ihatunk majd egy sört is, azért ne csak gyertek be a CD-jét. És akkor erről a lemezről egy dal, bilincsbe verve.
következik egy dal, ami arról szól. Milyen is lenne? Manasság, magyarnak lennék. A Kárpát-medencében. Egy magyar mese. Hajnálva kezeket! We'll be right back.
És akkor most magyarok vagyunk, és fél percen belül Kisvárdiak lesztünk. A magyarok belül Kisvárda Blues. We'll be right back.
nektek, hogy következik egy utolsó dal. Az a lényeg benne, hogy az új Maxim címe az lesz, hogy még ez az ország, egy kicsit magyarkodós dal lett. El kell mondanom nektek, hogy nagyon köszönjük a Retronix hegedűsének, Szabó Bundás Andrásnak, hogy a verzéket feljátszotta nekünk a stúdióban, sikerült együtt dolgoznunk. Hatalmas magyarkodó nóca, most nélküle apostrofáljuk. Miénk ez az ország? Yeah.
Köszönjük, hogy itt voltatok! Menjetek Isten hírűvel! Mielőtt távoztok, ígyatok egy borsósört! És az Úr legyen veletek! Köszönjük, hogy itt voltatok! Köszönjük, hogy megtiszteltetek! Isten áldjon titeket! We'll be right back.
Csüngd a szintések egy kis ritmussal! Kapcsot akarok még, kapcsot! Kevesen vagytok a gyengekeljék! De mindjárt, még egy kör! Tass! Tass!
amikor szervezzük ezt az egészet, volt egy zenekar, akit meg szeretünk volna hívni, mert a keleti próbál régi jó barátja, ők voltak a Beatbox. És az ő stúdiójukban lennék az első lemez, és akkor lezárásként, és tényleg utoljára egy Beatbox. Soha nem elég.
végére, és tényleg az ujjára. We'll be right back.
És akkor ténylegesen utolsó dal, közönség szavazás lesz. Mondok én egy dalt. Kettő közül lehet választani. Az egyik lesz a Kisvárda Blues, vagy pedig eső a Kisvárda Blues. A második lehetőség, ha miénk ez az ország, az új dal. Úgyhogy, először én mondom azt, hogy Kisvárda Blues, és az ordítás hangverén fogja elmondani. Mert először én mondom azt, hogy Kisvárda Blues, utána Zoli mondja azt, hogy miénk ez az ország. De és a hangverő fogja elmondani. Így van. Hogy melyiket játszunk. Amelyik dal a legnagyobb hangerőt kapja, az lesz. Szóval, először én mondom azt, hogy én szerintem a Kisvárda Blues... Van egy harmadik alternatíva, magyar mese. Magyar mese a harmadik. Szóval, halljuk a hangot. Szóval, először a Kisvárda Bluesra gondoltam én. Miénk ez az ország? Több volt. Magyar mese? Gyűjtött a magyar mese! Thank you.
És hogy senkinek ne legyen igaza, és az uraknak is legyen Kisváradúr. És tényleg megyünk. Thank you.
Jöhet a zene!